Hát igazából vártuk már ezt a, ezt a menetelést, hogy azért jöjjenek a mérkőzések, de így, ahogy mondod, azért elég feszített a tempó. A pihenésre is próbálunk odafigyelni, de emellett így, hogy azért sok új játékosunk van, a gyakorlásra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy minden jobban összecsiszolódjunk, úgyhogy megy a munka. Hát szeretnénk megtartani a veretlenségünket a BL-ben, de mindenképpen nagyon kemény mérkőzés lesz. Nagyon sok tapasztalt, illetve fiatal játékosaik vannak, akik ugye az orosz válogatottat is erősítik. Hát Anna Rossz személyében ő a Breszben is azért elég nehézségeket okozott nekünk, úgyhogy rá mindenképpen oda kell figyelnünk, mert nagyon jó játékos. De úgy gondolom, hogy így, így az egész Moszkva csapat nagyon komplett és együtt van. Úgyhogy igazából úgy gondolom, hogy ez a Final 4-os mérkőzés, amit játszottunk tudunk lennünk, az így semmit nem jelent, szóval nem szabad abból kiindulnunk, hanem nagyon keménynek kell lennünk, és nem szabad odaadnunk nekik a pontokat.